Sziasztok! Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon. Hát már elég régóta nem volt videó, és most visszajöttem, és gondoltam, hogy egy recept videót fogok nektek hozni. Amit együtt fogunk Kamillával elkészíteni, ami nem más, mint Kamilla. Tepsis ravioli szintivel fogjuk elkészíteni nektek, és mindent lépésről lépésre mutatni fogunk. Úgyhogy tartsatok velünk ebbe a videóba, hogyha érdekel titeket. Puszi! Első lépésben a tésztát fogom elkészíteni. Mutatom. Ez körülbelül 1/2 kiló lisztből fogunk csinálni tésztát. Egy picit szórok hozzá. Így. Amihez hozzá fogok adni 2 darab tojást. Egy. Kettő. Teszek a tojásra egy nagyon pici sót. Egy pici lehet. Így. És akkor ezt összedolgozzuk. Most össze fogom állítani a tésztát. Itt egy kicsit a tojást a közepén azért hagytam egy kis mélyedést, hogy így össze tudjuk egy kicsit így kavarni. És akkor ehhez még adagolni fogok hozzá vizet. Kis langyos vizet. Adagoljuk hozzá folyamatosan a vizet. És akkor egy jó kis keményebb tésztát kell kapjunk. És fokozatosan így a villa segítségével így hozzáadogatom a lisztet. Összeállítjuk a tésztát. Bízzatok bennem, aki ezt a receptet elkészíti, biztos vagyok benne, hogy nagyon fognak ízleni. Hát egy olyan szerintem egy deci vizet, fél decit. De amúgy látjátok úgy is, hogy mizu van, és akkor annyi vizet tegyetek hozzá, amikor már lássátok, hogy jó kemény a tészta. Na. És akkor most egy kicsit kidolgozzuk még a tésztát, hogy jó sima legyen. Teljesen sima, ne legyen görcsös a tésztánk. Ugye ez a raviolinak a tésztája. Tehát ez nagyon fontos, ebbe fogjuk megtölteni a húst. Na gyerekek! Én már úgy érzem, hogy már ez így jó lesz, jó ki van dolgozva a tészta. Hát ez az asztal jóra csereg. Hallod, Szinti? Hallom. Igen, most Szinti a videós. A húst a Szinti fogja készíteni. Ő fogja összegyúrni. Na nézzétek csak, milyen maga is mutatom nektek, mikor már ilyen név válik a tészta, akkor már teljesen jó. Na, Szinti, mit gondolsz? Én szerintem jól haladunk, vagyis te haladsz. Na, nézzétek, még ezt lehetne gyúrni, de már, hogyha így kidolgoztátok, tesztek rá egy kis ruhát, hagyjátok pihenni, bravo, tökéletes. Most hagyni fogjuk a tésztát pihenni, addig elkészítjük a húsit. De itt már Kamill éppen szeleteli is fel a hagymát, vágja össze a dráthúsos tartalékhez. Egy kisebb fejhagymát összevágunk pici apró kockákra, illetve 3 vagy 4 gereszt kisebb fokhagymát, igen. Ez fog menni a hús töltelékbe. Darab fokhagyma, itt van a dráthús. Így van, és akkor ezeket kis megpucolom. Úgyhogy ezt ide rakjuk. Addig Szintia megpuszolja. Értitek, megpuszolja a fokhagymát. Tésztára vigyázz, Szinti, ezek a héjak bele ne menjenek, mert itt pihen a tészta. Kamilla. Amúgy egyébként most amúgy beteg vagyok, egy kicsit megfáztam, mert Stefánnal elhatároztuk azt, hogy az esküvőre le fogunk fogyni, hogy visszanyerjük a régi alakunkat. Mert az utóbbi időben elég sok
kilogramm ránk jött, nem is kevés. És ma képzeljétek el, hogy elmentünk sétálni, és 5 kilométert sétáltunk le itten Derecskén. Szó szerint feljártuk egész Derecskét, és mire hazajöttem, annyira megfáztam, hogy alig bírok beszélni. Nem is én vártam fel, hogy halljátok a hagymát. Ez nekem csípi a szememet. Hogy van ez? Ő neki meg nem csípi. Ő csak a fokhagymát vágta fel, de csípi a szemét. Én felvágtam a hagymát, de semmi. Mert te csaltál, szemű meg van rajta. Védő pajzsot van. Ja. Mi van szinti? Nem látsz egy ilyen nagy késsel pucolom. Nem. Gyerekek, nem gáz, hogy ilyen nagy késsel pucolom. Nem tudom, miért, de én nekem a kis késsel. Valahogy nem állnak a kezemre, és én mindig a nagy késsekkel sokkal tudok boldogulni, még ilyen kis apró dolgoknál is, mikor ilyen kis apró dolgokat kell pucolni. A Péteri, és én nekem egyáltalán nem áll a kezemben azok a kis kések, szóval ezért csinálom ezzel a vagyja. Mindegy, ez nem úgy, itt van mellettem a hagyma, és olyan rossz, mert kimarja a szememet, de közben meg én kis pici kis fokhagymákat pucoljak, ilyen nagy kése. Na szóval, térjünk vissza a lényegre, Szinti. Mennyi a húsnak a kilogramja? 1 kiló, így van. 1 kiló hús, ahhoz egy kisebb fej hagyma, illetve 3 vagy 4 kereszt fokhagymát bele fogunk tenni. Ki jó, igen, így van pontosan, amúgy meg, hogyha nem annyira szeretik a nem annyira szeretitek a fokhagymát, akkor nem tesztek bele, vagy egy felet, vagy egyet, egy darab fokhagymát. Jó, most akkor egy kicsit megvigasztalom a sógorni, mert nagyon szomorú. Átadtam a terepet Kamillának, mert nem kénytelen vagyok felvágni ezeket a fokhagymákat, mert itt van mellette a hagyma, és csípi a szememet, szóval nem bírom. Allergiás vagyok szerintem a hagymára. Nem reszelem bele, gyerekek, amúgy bele lehet reszelni a fokhagymát, én most én kis picitre bele darabolom. Így. Bele is reszelhetitek nyugodtan. Na, mutatjuk a hozzávalókat. Őrölt bors, só, kömény, egy kicsi piros paprika, ez paradicsompaszta, hát ilyen sűrűbb paradicsompaszta, fokhagyma és vöröshagyma, és darált hús. A hús az választható marhából, sertésből. Na, itt vagyunk, gyerekek. Visszatértünk, már tettünk vagyunk bele egy kanál paprikát az 1 kiló húshoz. Igen, és akkor még egy ilyen kis-kis kanál bors. Borsot is fogunk beletenni. Igen. Jól megszórjuk. És akkor ilyen kis kanál, 2 kis kanál sót. Ezt is jól megszórjuk. Mehet még abba? Még egyet vágjál bele. Így. Úgy, né? És akkor még egy nagyon pici kis fűszerkömét is fogunk belerakni, épp hogy csak egy csipetnyit, így. Igen, lehet meg vele adok a hagymát. Jó. Fokhagyma is? Igen, az is van az vele. Amúgy én egyébként még nem készítettem ilyet, nekem most a Kamilla mondja, hogy hogyan így csináljam. De hát most akkor ebben a videóban meg is fogom most tanulni. Tudni is kell csinálni a raviolit. Na, még egy kis petrezselyet is fogunk beletenni, és én szerintem ennyi elég is. Már most meg is mostam a kezemet, és akkor most alaposan összefogjuk ezt a masszát itten gyúrni. Gyűrűmet levettem. Na, akkor gondot. Jó, alaposan összegyúrjuk. És megmondom gyerekek őszintén, már olyan ízkavarga van itten,
Ott oldalra, szintén ott oldalt, hogy kijönnek. Ott, ott. Így. Na, hagytuk pihenni a tésztát, és most ki fogom nyújtani. Összeállítottuk a húst. A tésztát is kinyújtom. Szinti bement a kislányhoz, mert egy kicsit nyugodott. Nyújtófát cserélek, ezt a vékonyabbat fogom használni, mivel ezzel az ilyen tésztákat sokkal könnyebb nyújtani. Mindjárt megmutatom, hogy miért, és akkor meg is értitek. Szóval, meg is mutatom nektek, hogy miért is könnyebb egy ilyen nyújtófával, mint egy ilyennek kinyújtani egy tésztát, ami most nekünk kelleni fog, ugye nem egy vastag tészta, hanem egy elég vékony tészta. Itt rátekerjük. Ezt az oldalát feltekeritek, itt jól lelisztelitek, és akkor erről az oldalról elkezditek kinyújtani. És akkor így fokozatosan. Szép vékony. Na gyerekek, kinyújtottuk a tésztát, mivel ezeket kockákba fogjuk felvágni, így a széleit egyenesbe fogjuk hozni. Tehát ami nem szükséges, próbáljuk így. Félre rakjuk, majd látjuk, hogy mi lesz vele, ezt majd csinálunk még belőle valami. Oké. Megpróbálunk egyenes kockákat vágni. És akkor ezt mindjárt is mutatom nektek. Kis vékony csíkokat felvágunk. És akkor most minden egyes kis tészta darabot megtöltünk ezzel a kis darált húsos masszával. Ennyi. Oké. Hát ez egy kis aprólékos munka, de megéri. Nagyon finom étel. Áttértem a kézi ügyességemre, mert egyszerűbb kézzel az én kis aprókat rakosgatni, mint kanállal, de hát kinek hogy esik a kezére. Szóval már ez a pár darab van, és aztán el is készültem, aztán pedig meg is mutatom nektek, hogy hogy kell összehajtani ezeket a kis batyukat, ezeket a mini batyukat.
Na gyerekek, és így fogjuk összehajtogatni a kis tésztacsónakunkat, én ezt úgy nevezem. De gondolom így, és akkor így a két sarkát. Így van, így pontosan. Szépen így. Bravo, anyukám. Bezárjuk a kis húsikákat, így bezárjuk egy kis csomagba. Így? Igen, 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 pontosan. Na most akkor... Na, átmentem a vizsgán. Átmentél, anyu, nagyon jó vagy. Ezeket most mindent össze fogjuk hajtogatni. Kicsit igen részleges, részletes munka, de nagyon finom lesz. Csak? Itt a következő. Igen. Segítek? Hát köszi, azért hittelek ki, hogy segítsél, igen. Mehet bele egy kis majoranna. Egy kis fokhagyma granulátunk. Közben nagyon szépen sülnek a kis batyuk. Só. És figyeljétek, mit rakunk még bele. Nagyon picike, tényleg nem sokat, és kicsi cukrot. Összefőzzük. Gyerekek, egyet gyorsan mutatok nektek. Nézzük meg, hogy hogy sülnek. Ha kiveszek egyet, és megnézzük, hogy hogy sül az alja. Nézzétek, milyen szépen sül. Másik. Ez meleg, nagyon-nagyon-nagyon meleg.
óvatos mozdulatokkal. Most nagyon nagy a füstfelhő, úgyhogy nem nagyon látszik.